Sok szeretettel köszöntök mindenkit innen Padrakútról, a Vöröstelki utcából, ahol tegnap kezdődött egy új beruházás. Karnics Miklóssal a nyár elején a Csertelepen találkoztunk, beszélgettünk, ott szintén egy zárt csatornarendszernek álltak neki. Itt most a Vöröstelki utcában ismét egy zárt csatornarendszer, ha jól tudom, mindkét oldalon. Üdvözlök én is mindenkit. Mindkét oldalon a vízelfolyás meg lesz oldva. Korlatilag nem egy zárt rendszer lesz, hanem egy teknős rendszer, tehát egy vízelfolyást betonteknővel oldják meg, illetve megcsinálják az átereszeket is. Ugye egyre több a probléma, de egyre több helyen tudunk megoldást találni. Nyilván sok megkeresést kapok, és a lehetőségekhez mérten próbáljuk ezt orvosolni. Itt elég régóta megoldatlan volt a vízelvezetés, és most sor kerül erre is. Nyilván a megkereséseket, a városrész lakóinak a problémáit én próbálom közvetíteni a városvezetés felé, és megértő fülekre találnak, és amennyi, ahogy a takaró engedi, tehát nyilván mindent egyszer nem fogunk tudni megoldani, de ahogy mondtam, ahogy a takaró engedi, úgy próbálunk mindenben segíteni, illetve minden ilyen vízelvezetési problémára megoldást találni. A Verespálné utcába is megoldódott a vízelvezetés, aztán a Szivárvány utcába, a Bolyai utcába, ott is az átereszeket megcsinálták. Megcsinálták ezzel a járdát is. Járdát is. Egy olyan járda készült el, ami szerintem bármely városban megállná a helyét. A temetőnél a parkoló kialakítása megtörtént. Egy murvás, elég nagy területet. Hát sajnos ugye egyre többen jönnek temetésre, már úgy mondom, hogy a hozzátartozók általában ugye sok a részvételt nyilvánító ember, és megoldatlan probléma volt. Nagyon nehezen tudtak parkolni, de talán most erre is. Ez is segített ezen a problémán, hogy egy nagyobb terület került kialakításra, ahol tehát több autó elfér. Cségúton elkészült a közösségi ház egy játszótérrel, és úgy látom, hogy egyre többször veszik igénybe az emberek. Nyilván is egy ilyen csapatépítő jellegű, egy közösségépítő jellegű hely lett, és szívesen mennek oda az emberek, akár egy szalonnasütésre, akár egy beszélgetésre. Múltkor egy esküvői párt láttam ott fotózkodni, tehát egyre népszerűbb ez a Csékuti közösségi ház is. A Csékuti Egyért Egyesült elnökkel egyeztettünk, és a középső dűlőnél rendkívül rossz minőségű volt egy ilyen 40 méteres szakasz, amit az ő hozzájárulásukkal, illetve az önkormányzat segítségével sikerült lebitumenezni, és ennek mindenki nagyon örült. Karnics Miklósnak köszönöm szépen a tájékoztatást, és további sikeres munkát kívánok itt. Köszönöm szépen, és bárkinek bármi probléma adódik, forduljon hozzám. Elérhetőségeim nyilvánosak, amiben tudok, megpróbálok közbejárni, segíteni. Köszönöm szépen!